ott mögötted látszik valami, amiről feltétlenül szeretném, hogyha mondanál néhány szót. Ez Vojnics Erzsébet legújabb képe. Legújabb opusza, és ez úgy született, hogy nekem volt szerencsém 5-6 napig kórházban lennem, és amikor hazajöttem, akkor ez fogadott, ez a kép, és hát el voltam bűvölve tőle. És meg is fogom próbálni elmagyarázni, hogy mi az, ami engem igazán elbűvöl. Szóval, hogy ugye azt hiszem, hogy minden műalkotásnak, de amihez kicsit közelebb állok a festészetnek, biztos, hogy az a lényege, hogy ne hazudjon a kezed. Hogy tud hazudni egy festmény? Én amikor ezt először hallottam tőled, akkor úgy elcsodálkoztam, hogy hát jó, nem sikerül egy nem. vonal. De hogy ez hazugság, az egy tudatos fölkészülést jelent arra, nem. hogy másképpen mutatok nem. valamit, mint ami. Ha akkor is megy a kezed, amikor semmi oka rá. Tehát ugye ez a kép, ez gyakorlatilag azt ábrázolja, amilyen egyébként az alatta lévő fal, ami 20 éve kikerültük a festésnél is, mert hogy annyira gyönyörűséges, Vojnics mindig falon fest, úgyhogy felszögezi a vásznat, és természetesen a szélét is befesti, tehát mindig kimegy a képből. És ennek van egy ilyen 25 éves lenyomata a falon, ami egy gyönyörűség. És itt állt valami bak, és azon valami éppen készülő képnek a vászna, a szárat, vagy mi a csoda, és ezt megláttam, és rohantam a telefonomért, hogy ezt lefényképezem. És le is fotóztam, és odaadtam a Vojnicsnak, hogy na, és így tréfásan azt mondtam, hogy na ezt fesd meg, édesem, amiről nyilvánvaló volt, hogy ezt nem lehet megfesteni. És akkor, amikor hazajöttem a kórházból, itt volt ez a kép. Tehát a véletlent imitálni, hát ez a világon a legnehezebb. Tehát ugye van a keleti művészet, ugye a kaligráfia, ahol egyrészt van egy nagyon-nagyon pontos szabályrendszer, hogy mozgathatod a kezed, és azon kívül pedig van az Isten adta véletlen. És ebből jön létre jó esetben a csoda. És ez tovább vezet ahhoz a kérdéshez, amit én már régóta szerettem volna megkérdezni, de csak félve, mert gondolom, hogy lehet, hogy elküldesz vele, hogy kinek fest? Te kinek festesz? Erzsébet kinek fest? Vagy hogy ennek van-e egyáltalán bármifajta általánosan megfogalmazható iránya? Hát itt két válasz van. Az egyik természetesen az, hogy annyi bajod és nyomorúságod van a festés során, hogy arra azért már végképp nincs idő és energia arra gondolni, hogy kinek fested, és hogy az mit fog szólni hozzá. Tehát, bocsánat, félbeszakítalak, de olyan nincs, hogy mielőtt elkezdesz valamit megfesteni, kigondolod, hogy na ezt a skót felvidék pásztorainak. Ezt az egyszerűség kedvéért úgy hívják, hogy megrendelés. Festettem ilyet. Tehát például a fantasztikus Erko lámpáimat a stúdióba, ami hát egy rettenetes összegbe került volna, azt én a Ház Feri nevű fényvarázsló barátomnak azért cserébe azt mondta, hogy ő minden reggel meditál egy fél órát, és hogy ő szeretne egy nem kicsi, azt hiszem 3 méteres képet,
ami elég szegény és elég gazdag ahhoz, hogy az alatt ő minden reggel tudjon meditálni. Na most erre legalább 5 perc fejtörésembe került, hogy kitaláljam, hogy mi az. Hát persze mindenki mindig a saját őrületeiből indul ki. Én meg vagyok győződve róla, hogy a végtelennel és ergo a világmindenséggel való legközvetlenebb fizikai kapcsolat, ami engem valaha ért, az a tenger. Tehát magyarul festettem neki egy hosszú és viszonylag békés, csendes tengerképet. Na most ez speciál az a viszonylag ritka eset volt, amikor tudtam előre, hogy... De ez fehér holló gyakorisággal fordul. Nagyon ritka, különösen, hogy azt tudtam előre, hogy legalábbis az irányát tekintve, hogy miről kell, hogy szóljon a kép. Vagy mi mindenről nem szabad, hogy szóljon a kép. Tehát, hogy minél kevésbé legyen konkrét, minél kevésbé lehessen formához, tájhoz, vagy bármihez kötni. Mert ugye a meditációról, amennyit én tudok, nagyon keveset, az végül is azt hiszem, hogy az, hogy minden konkrétumot szépen kiürítesz a fejedből, vagy a lelkedből, vagy akármitből, és ezzel létrehozol egyfajta lelki békességet. Én így képzelem, én erre nagyjából alkalmatlan vagyok.